Míg tavaly a középső védők létszámának kritikus elfogyása időszakában lépett egy merészet a Bátaszék akkori edzője Brecska László. Hátra parancsolta center halfnak, magyarul középhátvédnek, az egyik, hanem a legjobb csatárát Faller Andrást, aki az új, már jóval szebb mostani időszakban is, noha már lenne talán megoldás csapaton belül középhátvédnek, ezen a poszton játszik a Bátaszékben. És nem is akárhogyan. Őt ez a változtatás, mint kiderült, nem lepte meg annyira, mint a kívülálló szurkolókat. Mert hogy Serdülőben annó ezen a poszton is játszott. Serdülőben belső védőként kezdtem, úgyhogy nem ismeretlen a pozíció számomra, de azért remélem, hogy minél előbb felépül a Norbi, és tudja majd pótolni a helyemet hátra, és esetleg én tudok majd följebb lépni a játékba. Ami azt illeti, most is följebb lép, szabadrugásoknál, szögleteknél szinte mindig, és csatár erényeit is érvényesítve fejjel vagy lábbal veszélyeztet. Persze jó esély van arra, ha Calka Norbert visszatér, akkor Faller Andrást minimum egy, de inkább két sorral előrébb lép. De addig jól van ez így. Tőle is azt kérdeztük, mi történt Bátaszéken ott a kulisszák mögött, hogy egy pokoli szezon után a csapat újra tényezővé vált a megyei futballban. Nagyon szeretnénk azért mindenféleképpen fölzárkozni az élmezőnyhöz, azt még nem mondom, hogy ebbe az évben biztos, hogy sikerülni fog, de mindenki 100%-osan teszi a dolgát, és azon van, hogy minél előrébb végezzünk. A játékos társaim valóban nagyon fiatalok, akik most jöttek, viszont nagyon motiváltak, hazai játékosuk, bátaszéki nevelések, és mindent megtesznek. Ez a mentalitás pozitívan hat azokra a régiekre, akik maradtak, akik talán Fallert kivéve nem tudták kiragadni tavaly a kátyúba ragadt szekeret, és újbá tűnt, nem is nagyon akarják. Szűcs Lázár az új edző, a jelekből ítélve őket is bizony felrázta. Lázi bácsi egy nagyon jó mentalitást tudott átragasztani a csapatra, illetve hát mint csapat közösség is egyre jobban összeérünk most már egy hétről hétre. Versenyhelyzet van Bátaszéken a csapatba kerülésért. A 22-es bőkeretből 19 játékos mindig ott van az edzésen, minő változás, egy évvel ezelőtt nem egyszer csak 9-en jelentek meg a tréningeket. Mindig akad egy-egy új ember, aki játékával meglepetést okoz. A Tolna ellen is volt egy ilyen játékos. Hát a Palko mindenképpen, mert én azt mondom, hogy még gyorsabb, mint a Tóth Tamás, és ő benne is benne van a gól, csak hát ő neki most lemaradása van, mert igazából nem járt edzésre, nem volt meccsen, se volt már Mórágyon az utóbbi időkben, tehát ő neki időre van szüksége. A Tolna legyőzése a bajnoki nyitányon, a Majos kiverése a Magyar Kupából, döntetlen Kakasdon a bajnokság folytatásaként, és drámai kiegyenlített csata után csak egy gólos vereség a Magyar Kupában a bajnok Bonyháttól, mind-mind olyan eredmény, és persze a vele párosuló játék, hogy előbb-utóbb, de inkább előbb eltűnjenek a foghíjak a bátaszéki pálya lelátóján.